Csabával folytatjuk a beszélgetés, Széchenyi Díjas, pszichológus, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, volt főtitkár helyettes, a megismerés tudomány egyik legfiatalabb kutatási terület, mely az ember elme, az emberi elme és az emberi természet megértését tűzte célul. És akkor hosszasan folytathatnám Plécsaba méltatását, helyette inkább születésnapján köszöntöm, 75 éves volt, Isten éltesse sokáig, elmaradt a nagy ünnepség, úgy tudom, viszont született egy könyv ennek tiszteletére, vagy az ön tiszteletére, ami a kognitív pszichológiával foglalkozik, és tanítványai írtak benne. És hát erről is beszélünk természetesen, de én azt gondolom, hogy ami most a legeslegfontosabb, és olvastam a Magyar Tudományos Akadémia honlapján egy írását, nem most egy kicsit korábban jelent meg, a COVID-dal kapcsolatban, hogy egy, egy óriási nagy emberkísérletben vagyunk benne, amit a világ összes tudósa persze megragadott és figyelemmel követik, hogy ezt mesterséges úton nem tudták volna előidézni, hogy egy ember kísérletet végezzenek. Az emberi elme, a psziché, a nyelvészet, meg minden, ami az öntudománya így, így összefoglalva, hogy ön mire jutott ezzel kapcsolatban, hogy a Covid mit hozott a, az emberiség életében és pszichéjében. A kapcsolatokkal jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is. Először egy helyesbítést hagy mondjak, Nos. és ez kapcsolódik a Covid-hoz. Ö, nem most voltam 75 éves, hanem, hanem 2020-ban. Akkor két éve. És Igen, azért nem tartották éve, meg már? És a 75. születésnapomra készült volna a könyv, de a Covid miatt csak a 76-ra tudott megjelenni Jajátan. tavaly novemberben. De ez, csak, ez összekapcsolódik a kérdéssel. Én azt gondolom, nagyon sok részlete van annak, hogy mi mindent tanultunk meg az emberi viselkedésről a, a járványhelyzetben, én két nagyon fontos mozzanatot emelnék ki. Az egyik, ami már olyan rég volt, hogy nem is emlékszünk rá, a legelső bezárások idején nagyon meglepett mindenkit. Itt Magyarországon is, de a világban is, hogy a drámai helyzetben a vártal szemben az emberek milyen fegyelmezetten tudtak viselkedni. A legelső alkalommal nagyon be tudtuk tartani a maradjunk otthon, távolságtartás, stb. stb. dolgokat. Ez volt az első meglepetés. Erre persze ráépül egy számos olyan dolog, amit nagyon sok empirikus kutatás vizsgál azóta is, hogy hogyan fáradnak bele az emberek a viselkedés szabályozásba, és milyen nehéz a járványhelyzet ingadozásaihoz igazodni. Tehát milyen nehéz az, hogy ugyanoda két hónapja nem lehetett bemenni, most be lehet menni, három hónap múlva meg megint nem lehet menni. Maga ez a váltokozás nagyon nehéz. Tehát az első is. Izgalmas... a biztos rossz, az, az, jobb az emberek számára, mint ez az állandó Igen, változás? Mert az egyértelműen, Így van, mert akkor egyértelműen bizonyos helyzetek kerülendőek, itt viszont ez az állandó fluktuáció nagyon nehéz, megterheli, stresszes az emberek számára. Erre nagyon sok vizsgálat foglalkozik ezzel. Az az, az oldala a COVID-ra adott emberi a reakcióknak, ami engem különösen izgat, az az emberi kapcsolati hálózatokkal függ össze. Én, a járványhelyzettől függetlenül az utóbbi 15-20 évben különböző elméleti okokból sokat foglalkoztam azzal, hogy az embereknek milyen különböző intimitási ö, fokozatú érzelmi és ismerősi hálózataik vannak. Egy Robin Dunbar nevű brit kutató Nyomán ezt az egészet a Dambár szám problémájának is tartjuk. Ugye mindannyian tudjuk, hogy van négy-öt olyan ember, akivel intim kapcsolatban vagyunk, és minden nap tudunk tőlük szívességet kérni, ha szükség van, viszonylag sűrűn kapcsolatban vagyunk vele, stb. És vannak emberek, akikkel sokkal litkában a Dambár szám azt akarja mondani, hogy legfeljebb olyan 150 körüli ember van, akivel egyáltalán kapcsolatban. Most az egyik meglepő dolog, amit a bezártság körülményei között, tehát amikor otthon voltunk, nem karanténben, hanem egyszerűen otthon voltunk, az, hogy mi rendesen abban az illúzióban élünk, hogy kizárólagos fontosságúak számunkra a legközelebbi kapcsolataink, családunk, szeretteink, szerelmeink, legközelebbi barátaink. És a Bezártság körülményei között kiderült, hogy ez nem így van. Nagyon sok serdülőkkel kapcsolatos vizsgálatok például nagyon meggyőzően mutatták, hogy két-három hét bezártság után nagyon hiányoznak a többiek. Na, de ez a kamaszoknál természetes, a kamasz ez, igen. nem a családjával akarja tölteni az idejét. De ez nem csak a kamaszoknál van így, felnőtt, középkorú, érett, 30-50 éves embereknél is így van. Tehát nagyon sokat tanultunk arról, hogy a nagy érzelmi beruházású intim kapcsolatok kétségtelenül a legfontosabbak az életünkbe, de ezek nem elegek. Mi olyan, bocsánat a kifejezésért, de Danbar maga használja ezt sokszor, olyan törzsi élethez vagyunk szokva. Eredetileg a gyűjtögető vadászó életünkből, ahol mi 100-150 emberrel vagyunk kapcsolatban, nem állandóan, de egyáltalán időnként előtt kerülnek a, a falu vagy a csapat szélén, és akkor felismerjük őket, boldogak vagyunk, hogy még megvannak váltunk egy-két plegykát, és így tovább. Tehát az egyik érdekessége, vagy a második érdekesség ez volt, hogy De akkor a... engem ez miért nem lep meg? Hát én ezt részben azt gondolnám, hogy a család a legerősebb száll, tehát ez igaz ilyen formán. De hát a barátok és a kisebb, ez a 150-es közösség nélkül nem élet az élet. Igen, ez rendben. Értem én, hogy ez nem lepi meg önt. Igazából mondjuk Robin Dunbar se lepte meg, de egy... Naív intimitásban hívő pszichológiát például ez meglep. Tehát nagyon világosan kiderült, hogy tágabb kapcsolati, mondjuk így, világokra és ö, lehetőségekre is ö, szükségünk van állandóan. Mondjuk, bocsánat, kérdezhetek közben? Persze. Mondjuk. Ebben a kapcsolati rendszerben a COVID rámutatott arra, most saját érzéseimet tudom mondani, hogy az ember letisztázza a kapcsolati rendszerét. Tehát kiderült itt a két év alatt, hogy kik a nagyon fontosak, és kik az elengedhetők. Nagyon. Tehát a különböző egyáltalán a korlátozás körülményei között nagyon meglepően átéltük mindannyian, hogy ki az, akit azért néha fölhívok telefonon is, nem csak e-mail üzeneteket küldök. Tehát ö, egy új szelekció ment végbe a baráti körünkben, és ö, ez egy nagyon érdekes tükröt ad, biztos, hogy nagyon sok ö, empirikus kutatás majd részletesen fogja elemezni, hogy hogyan is ment végbe ez az újrafeldolgozás, de ezt mindannyian átéltük. Tehát, hogy ki elválta az ocsu a hogy úgy mondjam, sokkal szelektívebbek lettünk. Ez visszarendeződik, vagy nem nem fog ez már visszaállni? Mit gondol erről? Ö... Vagy ez kortól függ, hogy nem tudom én. Ér... Én szerintem ez életkortól is függ, attól, hogy mennyire fontos még az életünk, meg gondoljunk a fiatalokra, nem csak a tínézserekre, hogy a fiatalok számára a véletlenszerű kapcsolatteremtés igénye egyszerűen párválasztási kényszerekből rendkívül fontos. Mondjuk egy 40-50 éves ember számára már joga kevésbé fontos. Tehát ez megint azt tudjuk mondani, hogy szinte evolúciós értelemben biztos az, hogy a fiatal korosztály mondjuk a 30-as évekig a fiatal korosztály újra a megnyilás körülményei között újra ki fogja szélesíteni kapcsolatrendszerét. A, a érettebb, meg az idősebb korosztálynál ez egyáltalán nem biztos. Érzelmileg nem lettünk ridegebbek, egy kicsit érzéketlenebbek, nem annyira empatikusabbak itt, a, a empatikusak itt az elmúlt megint csak két évben, tehát hogy a kényszer hozta, hogy ne öleljem meg magát, ne csókoljam meg, és ez, ez beépül az én életembe, tehát többiekkel szemben is visszafogottabb Igen. vagyok. Ez egy nagyon fontos mozzanat, nem csak a megölelés, megcsókolás értelmében, hanem a, a különböző szociális Mediumok, vagy hogy kell ezt mondani, ezek Mondjuk a Facebookok, nem igen. Tudom én, mi. szóval a különböző szociális médiumok használatában is kiderül, hogy ö, néhány hét bezártság után az embereknél megnő a kognitív beleélés képessége. Meg tudom érteni, más helyzeti, tehát például azt, hogy nagyon zavarja, hogy nem tud lemenni 5 óra után, mondjuk ha arra vonatkozik a időzár nem tud már lemenni öt óra után a boltba, panaszkodik nekem erre, stb. Kognitíven megértjük a helyzetét, de körülbelül egy hónap után az érzelmi együttérzés nagyon lecsökkent. Uh -huh. Sok részletes ilyen vagy idői trendeket vizsgáló lemzés mutatott rá arra, hogy a mások helyzetében, mert hasonlít a való, hogy való gondolati beleélés megerősödött a bezártság körülményei között, a nyavajgást viszont nem tűrjük. Igen. Mert azt mondja, mit nyafogsz? Én is egyedül vagyok. Igen. Most mit panaszkodsz körülbelül ezzel az attitűddel? Tehát a, az érzelmi együttérzés csökken. Volt nekem az elmúlt hetek egyikén egy olyan felvetésem, mondatom, hogy, hogy szerintem a háborúban, amikor az emberek a pincébe szorultak, jobb helyzetben voltak érzelmileg, mint most, én az édesanyám emlékeit tudom visszaidézni, mesélte a Vörösmart utca 55, pincében lent voltak, együtt főztek, a gyerekek ott szaladgáltak, ott énekeltek, ott viccelődtek, együtt voltak sokan, 30 40-en, hogy az érzelmileg egy szerencsésebb helyzet, mint ami most van. Aztán én kaptam ezért a mondatomért hideget, meleget, hogy hülyeséget beszélek. A szakember uh, mit mond uh, erre? Hát de most először, adj mondjak személyeset, én átértem a pince életet, nem a háborúban, 56-ban. A Kilián laktanya mögötti épületben laktunk, úgyhogy voltunk pincébe először egy hétig, utána két hétig, tehát éppen eleget. Megdöbbentő volt akkor, 11 éves voltam egy gyerek számára, hogy milyen gyorsan berendeződött az élet a pincébe. Most évtizedekkel később persze tudom, akkor 10 évesen nem gondoltam, hogy ezek az emberek ugyanabban a házban élve már. 45-ben is átérték ugyanezt a pincehelyzetet. Tehát újra előszették, a felnőttek a rutint. tudták meg a hogyan főzenek, a, egy, igenis, hogy hogyan főzzenek a Igen, és hogy hogyan főzzenek a pince, ezek nem kellett kitalálják. Igen, 10 hát, év az nem egy olyan nagy idő, ott volt a kezükbe, de kétségtelen, hogy az a helyzet, ahol 30-40 ember volt összezárva, még mit tudom én, meg bemenekülök katonák rejtegetése, mindenféle izgalmas dolog volt. Ö, az érzelmileg könnyebb volt, mint a lakásba zártság helyzete? Én is így gondoltam egyébként, főleg levetítve mondjuk egy nagymamára, aki csak gondolhat az unokájára, meg telefonon beszélve, hogy a személyes érzés érzelmek hiányoznak. Mennyit számít, a, a, ahogy mondom, a csóka, puszi az ölelés elmaradását. Erről hosszan írtak régen pszichológusok tanulmányokat, hogy nem tudom én hány érintésre van szüksége az embernek, hogy az endor, felszab endorfin, endorfin felszabaduljon, és igen. hogy boldognak érezzük magunkat. Aztán talán ön írt, hogy a, a közös nevetés is sokat hogy segíthet de? ebben. A, a tapintás és a testi érintkezés hiánya nagyon nagy probléma, és nagyon sokat próbáljuk ezt helyettesíteni. Tehát a, amikor a nagy bezártságok voltak, a televízióban röhögtünk azon, hogy ö, olasz emberek az erkélyen egymásnak énekelnek. Jaj, ez nagyon jó volt, ezt láttam de én, én is. Ez, ez nagyon jól illusztrálja azt, hogy milyen pótlékai tudnak lenni a tényleges tapintásnak, például a közös éneklés, és hasonlók. De most, ha már a ölelés, puszi és egyebekről beszél, az elején említette, hogy, hogy ez egy hihetetlen emberkísérlet. Ennek van egy csomó hosszú távú, longitudinális oldala is, nem a céget akarom reklámozni, de éppen emiatt a Magyar Tudományos Akadémia hirdetett ilyen COVID-kutatási pályázatot, aminek egy a nyertesek egy része a viselkedési tényezőkkel foglalkozik. Gondoljuk végig, hogy mi mindent jelenthet, Például a serdülök kapcsolati rendszerének alakulásába az, hogy hónapokon keresztül nem voltak fizikailag közel egymáshoz, fiúk és lányok, nagyon egyszerűen fogalmazva, és vajon két-három év múlva fog-e ez okozni náluk kapcsolati, nem akarok spekulálni, de ez egy igen izgalmas. Ö hosszú távú kutatási téma lehetőség. Egy másik hosszú távú, most nem a biológiáról beszélek, szóval az akadémia támogatásában természetesen nagyon sok biológiai kutatás is folyik a Covid-dal kapcsolatban, de most csak a pszichológiai mozatot. Egy másik, hogy hogyan befolyásolja az olvasás, számolás, írás helyzetével megküzdő első-második osztályosokat az, hogy távoktatásba próbáltak nekik tanítani, olvasni, írni, és így tovább. Egyrészt hogyan befolyásolja ez ezeket a, a, mondjuk így, hogy kulturális eszközökhöz való hozzáférést, tehát hogy fognak olvasni később, másrészt hogyan befolyásolja az osztálytermi ő, tanulással való Viszonyukat. tehát hogy, hogy nehéz lesz-e, furcsa lesz visszaszokni arra, hogy osztályteremben vagyunk, ahol például fegyelme, egész mások a fegyelmi követelmények. Ez ismét egy olyan dolog, hogy most nem akarok a rádióba spekulálni, de sok kutatás, magyar kutatások is erre is választ próbálnak majd keresni, mint ebbe, a, ahogy ön mondta, hihetetlen, furcsa, Természetes ember kísérleti helyzetben. Csak Hiszen bizonyos en... korosztályokat. különlegesen igen, különlegesen igen. Az egészen biztos, hogy ha ez véget ér, akkor egy, egy más emberiség születik? Más más milyen emberek leszünk? Én először optimista voltam. Nem mikor... a jobb, jobbra gondolok, hogy jobbak. Nem. Értem. Ha már optimista volt. Én először nagyon optimista voltam két évvel ezelőtt. Azt gondoltam, hogy például a járvány helyzet megtanít minket arra, hogy környezettudatosabbak legyünk. Például abban az értelemben, hogy ne utazgassunk fölöslegesen, akkor menjünk csak el konferenciára, ha tényleg nagyon szükségünk van rá, akkor csalinkázunk az autóval, ha tényleg nagyon szükségünk van rá. A Tavaly nyári, meg az azelőtti nyári életmód nem ezt támasztja alá. Az emberek ugyanazt az élet... azt mondja, most felszabadultunk, éljünk ugyanúgy, mint az előző. De hát ez három hónap volt, ez érthető volt, hogy az ember levegőhöz akart jutni egy kicsit. Feltételezve, vagy indulóiból, illetve azt feltételeztük, hogy véget ér, de aztán indult újból az egész. Igen, szóval én egyáltalán nem vagyok biztos, kétesélyesnek látom azt, hogy meg fog-e változni viselkedésünk a, az egész járvány hatására. Nem, nem, nem végzett nem vagyok benne otthon viszont. minikutatást? Van egy pszichológus feleség, egy gyerekei, gond a munokái, tehát hogy melyik generációnál ez hogy csapodik le, mondjuk egy családon belül. Nem figyelte el saját Uha, magát. Igen, értem. Hát én saját magamon végeztem minikutatást az első lezárási korszakban a körülbelül 8 vagy 10 éve elhanyagolt dolgozószobai könyvtáramat kipakoltam, leporoltam, újra rendeztem. Az összes iratomat, amik 30 éve kumulálódtak, kiszelektáltam egy harmadát, kidobáltam, tehát rendet raktam, fölhasználtam a első három hónapot rendrakásra. Ez például ez egy pozitív dolog volt. Egyszerűen, ha már itthon vagyok, és nézem ezt a kupleráit magam körül, az íróasztal körül, akkor most már, most már csináljak valamit. Tehát, hogy a felszabadult idő. Igen, igen, igen. Az otthoni beszorítottság, egy beszorított idő. A urakáink Prága mellett külföldön élnek, a Lányunk Berlinben, illetve néha Afrikában éppenséggel víruskutató, de nem, nem koronavírus ilyen. De nem majmokat kutat? Majmokat ilyen, és ember-állat közötti vírus átmeneteket. Na jó, szóval ez azért érdekes csak, hogy a nem nagyon tudtunk utazgatni egymáshoz, kialakítottunk heti rutinnal, mit tudom én, szerdát nő, héttől kilencig családi zoomokat. Tehát, hogy kijelöltünk egy időt, amikor mindenki belép, és akkor mindenfélét össze-vissza beszélgettünk, tehát nem voltak ezek tematikus szekciók, a unokák életén éppen azt láttuk, ahogy csámborognak el, nézik a mesét a tévébe, vagy írnak valamilyen leckét, mindegy, szóval az éle, egymás életét láttuk, és közben beszélgettünk, ez például egy nagyon új mozanat volt, ami és nagyon érzelmileg pozitív volt. És mondjuk a kapcsolata a feleségével, az, hogy otthon voltak, éjjel-nappal együtt voltak? Ja, ez egy csomó dologba valójában újra megfiatalodtunk, egy csomó olyan dologban együtt kezdtünk dolgozni, meg sokkal többet beszélgettünk, mint korábban, amikor az életbe rohanunk ide vagy oda. Ráadásul Te akartak, nem tudom, megszületett egy közös könyvet írni. Igen, ez még Készül a könyv. Be elég sok idejük volt, nem hozzá? Jó, elég sok idejük volt, de közben más dolgok is voltak. Én befejeztem két másik könyvet, a feleségem két könyvet fordított, de ez a nemek pszichológiájával kapcsolatos könyv készül. Egy fejezetét egyébként már megjelentettük a Pszichológia kézikönyvébe, ez ugye egy jóvastak könyv, amit vagy öt évig szerkesztettem a, a többnyire harmadik generációs diákjaimmal, és abba egy részét ennek már megírtuk. Tehát ha haladal... már generációt említ, még maradt egy pár percünk. Ön, ön egy értelmű, értelmiségi családba született? Tehát... Nem, nem, egyáltalán nem. Én büszke vagyok arra, hogy én a, hogy mondjam, a egykori szocialista rendszer egységes, központosított és maximalista iskola rendszerébe küzdöttem föl magam a nagyanyám nyelvelt gyerekkoromban, aki gyakorlatilag írás tudatlan volt. Ezt onnan tudom utólag, hogy mindig azt mondta, hogy nem találom a szemem, megem Csabikám olvast fel. Ez, a Sose el. Hét éves koromban olvastam föl neki a nagy képes ciket Stalin haláláról. Ez, az első, amire emlékszem. Micsoda trükk, te jó ég. Amikor egy nagymama szégyeli azért az unok előtt, hát hogy, persze, hogy, hogy nem tud olvasni, Hát között, hogy szégyellé. Szégyellé. Tehát én egy nagyon, hogy mondjam, szerény, nem volt értelmiségi egyik szülőm se, és a nagyszüleimnek nagy szerepe volt az életemben. Nem értelmiségi családból származom, de ez ennek sok hátránya volt. Amikor egyetemista voltam, irigykedtem azokra, ő, úri fiúkra, úri lányokra, akik hogy dobálóztak a nagy nevekkel a pszichológiában, mint családi ismerősökkel, ennek annak voltak rokonai ismerősei, de aztán feldolgoztam, nekem az az előnyöm származott ebből, hogy nem használtam a gondolkodásba kész mintákat, mert nem volt minta, amit átvegyek, már mint az értelmiségi minta, és szerintem sok ha van ilyen, hogy sikerem, meg az, hogy így szakmák között lavírozok és próbálok összeegyeztetni szempontokat, az pont ennek kezdődő, hogy egy ilyen, ilyen értelemben, szelf-made-ben vagyok. És nem nézték le az egyetemista társai, hogy. Nem volt az nem akkoriban. Volt ilyen? A 60-as években a, mondjuk a mi évfolyamunk viszonylag nagy volt, 50 nem voltunk pszichológus diákok abból fele volt csak értelmiségi családból, a fele nagyon sokféle hátterű. Tehát ez akkoriban sokkal, szóval valójában sokkal inkább érvényesült, ugye az amerikai kulturális olvasztott tégerről melting potról szoktak beszélni, akkor egy szociális melting pot értelme volt. Már én középiskolámnak, egy olyan középiskolába jártam, ahonnan tizen lettünk akadémikusok. Ugyanabban az iskolában jártam, mint a Fáj ah, Gimnáziumban. Ott volt a, igen, Vizi a leg... Szilveszter, igen, és igen. így tovább. És az az iskola olyan volt, hogy már akkor egy abszolút melting pot volt, tehát a sziget Miklósi parasz gyerekektől a csepeli munkásgyerekeken gyerekeken át a Ferencvárosi orvos gyerekekig ugyanabban az osztályban jár. Na de mondjuk egy nagymamának és egy szülőnek, aki nem értelmiségi, az nem volt egy fölösleges dolog, hogy az unoka meg a gyerek pszichológus lesz. Tehát nem egy kétkezi munka, amivel becsületesen tud meg majd pénzt közzeni, keresni. Meg kellett küzdeni, érte, de mi viszonylag nagy családunk van, a nagy családban sokan képviselték azt, hogy igenis értelmiségének kell lenni. Nagynéném tanító volt, az ő férje mérnök, egy másik nagybátyám fogorvos, tehát a családban voltak a nagy családban minták, akik azt mondták, hogy igenis tanulni. Na akkor ők harcoltak magáért, igen, hogy tanuljanak. Nagyon szépen köszönöm Plécsaba professzor úrnak, hogy itt volt. Köszönöm és szépen a figyelmet, és én a türelmet. köszönöm.